folytatjuk is. A következő előadónk dr. Imre Szabolcs, egyetemi docens, a Szegedi Tudományi Egyetem Gazdaságtudományi Karáról. Arról fog nektek beszélni, hogy hogyan tudjátok eljuttatni az ötleteteket a vállalkozásig. Nagyon szépen köszönöm. Majdnem, hogy mondjuk megérhetési előadóként is zavarva vagyok egy kicsit ekkora tömeg és ekkora érdeklődés előtt, és ezóta is szeretném megköszönni, hogy újra hódolhatok a hobbimnak. Ugye nekem a hobbim az nagyon egyszerű, minél több vállalkozást és minél több jó vállalkozást faragni, mégpedig itt Szegeden. Ez gyakorlatilag már nem is hobbi, mondhatnám majd szavakban, hogy küldetés, rossz nyelvek szerint inkább mánia, és ellen mánia keretein belül nagyon köszönöm ezt a tisztelő fölkérést, hogy ilyen rövid idő alatt megpróbáljak valamit mesélni. Ugye, mert ez egy nehéz dolog, tehát ugye, ahogy az előzőkben is hallhattuk, bármilyen hosszúságban lehet bármilyen tevékenységet folytatni, itt azért azt mondták, hogy akármennyire is az egyetemi mundéromat próbálom levenni, egy 45 percbe férek be. Tehát eredetlenül is meg kell felezni még egy nyomorult 90 perces előadást is. És ugye én inkább azt szeretném egyszer, hogy elkezdek beszélni ezekre a dolgokról, és mondjuk 3 nap múlva valaki egy kis élelemmel megállít, jó? Itt a megállítás egy kicsit másfajta lesz, hogyha és mennyiben elbeszéltem a kazettát, akkor állunk meg majd, jó? Egy rövid technikai. Utána jött a kihívás, ugye, hogy töltsen meg tartalommal. Ugye, mert egyrésztről, ahogy szoktuk mondani, ha a célcsoport is meglehetősen heterogén, meg ráadásul ugye, érdekes dolgokat is kell mondani. Ami meg még használható is, az már gyakorlatilag a lehetetlenség határát súrolja. Végül logikai rendezőernek 3 dolgot vázoltam föl. Az első az a kötelező kör, amivel próbálok segíteni a tisztelt együttülteket. A második ugye a cég, vagy ahogy szoktuk mondani, egyelőre inkább a team, ami ahhoz kell azért, hogy ténylegesen vállalkozóvá váljunk. Anélkül ez sajnos a jelenlegi ismereteim szerint nem megy, és valószínűleg jól is van így rendjén. A harmadik meg az a fránya pénz, ugye mindig előkerül. Erről is mesélnék egy kicsit, hol látom itt az érdemi problematikát, illetőleg mire is kellene odafigyelni akkor, hogyha a 2 héttel ezelőtti előadók ajtaján tényleg kopogtatni akarunk. Jó, mert lehet ott zörögni, meg kapirgálni, de az egy külön műsor, azt valószínűleg nem fogják meghallani. Na, nézzük először is az ötletet, ugye? Ahogy szoktam mondani, ötletem az annyi van, hogy bár ne lenne ennyi. Általában is, különben nem szakmázom egy kicsit, a vállalkozások életében is van úgynevezett természetes mortalitási ráta, azok pontosan azok a cégek, amiket ötletre alapítottak. Jó? Ötletre nem nagyon alapítunk céget, jó? Nem nagyon alapítunk céget, mert az általában ahhoz, hogy hosszabb távon sikeres vállalkozást működtessünk, az kevés. Jó? Még mielőtt elkezdjük nézegetni ezt a dolgot, megmutatom az egyik kedvenc alapdiámat. Ezt főleg az IT-sok figyelmébe szoktam ajánlani, illetőleg ugye én még mondjuk úgy a biotech vállalkozásokat szeretem erőszakosan a piacra vinni. Maga az úriember is egy ismerős különben, Tim Mons arról híres, hogy ő kitalálta, hogy a kisvállalatok működéséről és a kisvállalatok menedzseléséről fog írni egy összefoglaló könyvet. És hát ugye el is készítette életművét, ami arról szól, hogy hogyan és miként kell működtetni kisvállalkozásokat, és elkezdett házalni a kiadóknál ezzel a könyvvel, ugye az USA-ban, és mindenki azt mondta, hogy ember, hát maga, hogy kisvállalati menedzsment, meg a vállalkozások működtetése, ilyen nincs, nem kell könyvet kiadni, ez egy baromság. Vannak a nagyvállalatok, aztán működtet, de meg van 1200 jó menedzsment könyv, a tiédre semmi szükség nincs. Nekem a Timon Spinelli 6. kiadása van meg, és a világon ebben a műfajban a legtöbbet adott könyv, mire találom már ki kiadott, jó? És ő ilyen egyszerű gondolatokat magyarázgatott el, ugye nem sokat ragoznám ezt a témát, alapvéve a mi vállalkozásos világunkban 2 tengely mentén szerveződik a dolog. Az egyik az a összességében elsátítható ilyen business skill-ek, amik tanulhatók, fejleszthetők, az ilyen képzéseken jól működtethetők, stb. Ami sokkal izgalmasabb, az a vállalkozói kompetenciák, nagyon leegyszerűsítve a dolgot,
amelyek így a újszerűség, a kreativitás, az innováció, az erőforrások eddig eltérő módon történt kombinálásával, a hajlam, a kalkulált kockázatviselés és egész más ilyen szörnyű dolgok, amik nem tanulhatók. Azok általában a fölmérések alapján leginkább a születéssel, illetőleg a fiatalkori, gyermekkori szocializációval és a látott mintákkal és a bennünket körbevevő környezettel ivódnak belénk, és az nem fog menni, hogy valakit idehozunk és akkor kicsit masszírozzuk és kreatívabbá válik. Tehát ezek ilyenek nincsenek. Vannak ilyen kreativitási tréningek, meg különböző hókusz-pókuszok ezzel kapcsolatban, fejleszthető valamilyen módon, de igazándiból vannak a született vállalkozók, meg vannak a többiek. Jó? Na most a többiek az izgalmas társaság, ugye? Ebből van sok, jó? Aki egyikből se, másikba se erős, és ezzel megint semmi baj nincs. Mindig azt szoktam mondani, akárhova elmegyek, bármilyen keresztes hadjáratra, nincs olyan jó meg rossz. Mások, jó? Itt az ideális alkalmazottak serege. Semmi probléma nincs ebben. Sanyi, gurítsátok arra a ordót, ne vigyétek, mert guru ez szögletes, ezt látod, ez vinni kell. Jó? IT-ba, biotechnológiában, vegyészetben és általában mondjuk, hogy reáltudományokban itt lapoznak. Itt lapoznak sokan. Ő nekik ezzel a tengelyen semmi baj nincs, a másik tengelyen sincs, mert főszabályként nulla. Jó, tehát mondjuk úgy, hogy a nehezen fejleszthető kategória. Jó, tehát aztán vannak, akiket nálunk kiképzünk, ugye, nem pejoratíve, de a kockák, ugye? Tehát akik tudván tudják, hogy a marketing ennedik P-je, de milyen fősorás volt és hogyan kell alkalmazni, ugye, alkalmazzák a klasszikus üzletviteli és egyáltalán a megfelelő biznisz ismereteket, ugye, és ők általában nagyon jól tudnak működtetni dolgokat, jó? És ez megint egy szakma. Meg vannak a nagyon kevesek, jó? A nagyon kevesek, akik mind a két halmazzal bírnak. Jó? Akik mind a két halmazzal bírnak, hangsúlyozzák, nagyon kevesen vannak, de mindig el szoktam ezt is mondani, hogy attól, hogy kevesen vannak, abban az is következne, nagyon kevés sikeres vállalkozás lenne. Általában most már így az elmúlt 10 év tapasztalata alapján meggyőződésemé vált, hogy a vállalkozás az társasport. Az társasport, kérem tisztelettel. Aki mondjuk így ebbe a cellába tartozik, ő csinálhatja egy személyes show-kat. Tehát ő egyedül, mert ez a klasszikus, ugye ez a Schneider Alfonz, két okostelefon, egy diplomatatáskával, hogy Joe Rambo megold mindent, ugye? Az üzlet viharos tengerén, vagy sem, ahogy szoktam mondani, általában ez. Rögtön csak egy nagyon egyszerű és triviális összefüggésre hívom fel a szíves figyelmét a társaságnak, hogyha egy vagy több darab feltaláló, illetve egy vagy több darab manager összeáll, akkor lehet, hogy együttesen már sokkal jobban birtokolják a tényleges vállalkozás alapításához és működtetéshez szükséges összes kompetenciát. Na, de ugorjunk vissza ennek fényében az ötlethez, jó? Az ötlet, és bízom benne, hogy ilyenek azért vannak a fejünkben, akik itt összegyűltünk, az valami ilyesmi dolog, ami arról szól, hogy hiszek abba, hogy amit én kitaláltam, az kell. Van rá valami igény. Hogyha már egy sima igény van rá, az is jó, hogyha meg valami látás, napfangú igény van, amit én keltem föl, ráadásul akkor már majdnem, hogy egy ilyen piacvezető, vagy első belépő történetre is oda tudok érni, ami általában a rossz nyelvek szerint nem szokott hátrányt jelenteni. Aztán ennek sajnos már csak egy részhalmaza. Csak egy részhalmaza a piaci lehetőség, ami arról szól, hogy nem csak hogy tetszek a benszülötteknek, hanem van is rá fizetőképes kereslet, ugye? Tehát, hogy igazából kellek nekik, jó? És most a legrosszabb hír, a tényleges üzleti lehetőség, amire a tankönyvek szerint vállalkozást indik alapítani, az még ennek is egy részhalmaza. Nevezetesen úgy tudunk csinálni rá valamit, hogy van nyereségtermelő képessége, illetőleg mondjuk úgy az adott szűkebb és tágabb társadalmi környezet normáinak is megfelel. Jó? Hogyha ez így együtt megadatik, akkor csinálunk vállalkozást. Jó? Addig nem. Addig csak gondolkodunk, álmodozunk, ötletelünk, és ez mind nagyon-nagyon jó dolog. Másik oldalról természetesen, miután az egy szűkülő dolog lesz, amit mindjárt megmutatok, jelzem tömbben,
ezért is hálával adóznék a Corvinus Egyetemnek, meg Körsevecsi professzornak, akik annak idején ezt nálam alaposabban is végig gondolták. Azt ne felejtsük el, és akkor meg volt a hivatkozás is, hogy azért ahhoz, hogy szűkítsük a dolgokat, ahhoz kell ötlet. Jó? Mindig elmesélem azt a történetet, nagyon kedves köztisztviselő házaspárral, mondjuk úgy idézőjelben téve borvacsorán vettünk részt, ugye, és egy őszinteségi rohamba a tisztelt barátom elmesélte, hogy most már egyszer annyira elegük van ebből a létformából, hogy 5 éve gondolkoznak egy vállalkozáson, és 5 éve nem jut eszükbe semmi. Mondtam is neki, hogy koma, ne gondolkozzatok tovább, tehát ha 5 év nem jut eszedekbe semmi, nagyon nagy valószínűség a 6. sem fog. Jó? De ahhoz, hogy tudjuk szűkíteni, az kell. Tehát akinek eredetben nem jut eszébe semmi, a nulla ötletből nagyon nehéz üzleti lehetőséget csinálni. Üzleti lehetőséghez megpróbálom megmutatni nagyon röviden és nagyon sematikusan ezt az ötlet előszűrési módszertan, metódust, ami gyakorlatilag egy jó játék van saját magunk számára, pontosan azért, hogy a végén nagy izgomból ne felejtsem elmondani, már most az elején elmondom, hogy ha másért nem, azért érdemes ezt végigcsinálni, mert végig gondolom azt, hogy mit akarok csinálni. Szoktam beszélgetni leendő vállalkozókkal, vállalkozási ötlet birtokosokkal, meg egyéb mindenféle szerkezetekkel, akik elénk kerülnek. Az esetek nagy részében az 5. kérdésnél már kiderül, hogy nem feltétlenül jól definiált, még önmaguk számára sem az elképzelés. Azon kívül, hogy zseniális, piacvezető lesz, és jövő héten az intergalaktikus kereskedelembe lépünk be vele. Ezek mindig megvannak, ami hangsúlyozom kell, hogy egészség és optimizmus, de egészség is. Jó? Tehát itt az üzleti ötlet. Működőképesség, piacképesség, versenyképesség, üzletképesség, és ahogy szoktam mondani, az akarom. Nem a vállalkozó a vállást, hanem már ezt a konkrét tevékenységet. Hogy meglegyen az alapítói elkötelezettség, meg egyáltalán az a tűzön vízen át megyek utána. Jó? Ennek mindenkinek kell lenni, akkor beszélünk üzleti lehetőségről. Jó? Kicsit részletesebben ezt a dolgot megvilágítva, ugye van rá igény, megérhető, megcsinálható, megéri, akarom, és hát ugye az a fránya pénz, amiről később beszélünk. És megint egy pillanatra megállunk. Ez egy olyan sárkány, aminek sorba vágjuk a fejét. Nem össze-vissza kartozunk, mint a mesében, ott van a 7, az volt, ne csapkodjuk. Egy. Megnézem, hogy piacképes vagyok-e. Ha úgy tűnik, hogy nem vagyok piacképes, akkor nem kell babrálni a versenyképességem a többivel, az már nem játszik. Jó? Ha az első fát kiütöttem, és úgy tűnik, hogy kellek a piacnak, nem szerintem, a piac szerint, praktikusan, akkor jön az, hogy meg kell megnézni, hogy megnyerhetem-e. Jó? Hogyha kellek a piacnak és megnyerhetem, akkor nézem meg, meg tudom-e csinálni. Egyáltalán megvalósítható-e az, amit én megálmodtam. Hogyha úgy érzem, hogy van piacom, versenyképes tudok rajta lenni, és még rá is meg tudom csinálni, akkor kezdek számolni. Mert ez egy ilyen szakma sajnos, tehát tudom, a vállalkozói motivációt tanítom, és a függetlenség iránti vágy, meg minden egyéb, hosszabb távon, hogy nem lehet függetlenben nem keresünk pénzt. Jó? Tehát nagyon egyszerű, hogy akkor szükséges rossz. Jó? Tehát jövedelemtermelő képességek nem megy, személyes motiváció, és hát ugye a tőke korlát. Egyesével még részletesebben, ugye? Teleszkopikusan kimondjuk, ugye? Piacképességnél az együttolvasás örömétől megfosztom most a tisztelt társaságot, mert az úgy általános iskolában, hogy én gyárnak középiskolai tanár lennék, tehát ott se szokott ez előkerülni, vagy ahogy hallottunk, lehet, hogy lassan újra el fog kerülni. Jó? Tehát nem gondozunk el, jó? Ezeket szoktuk megnézni. Nyilván mindenki a saját eszközével, módszereivel. Jelzem, hogyha annak idején pénzért megyünk valahova, akkor ez egy olyan kínos kérdés lesz, amire vagy így, vagy úgy, de meggyőzően illik válaszolni. Jó? Az meg, hogy mondjuk vannak konkrét piac kutatási adataim, vagy az, hogy én így gondolom, az egymást az égen messze van. Jó? És hát általában számokat szeretik. Jó? Versenyképesség. Nem mennék bele, hogy ez egy ilyen nagyon egyszerűsített portálféle versenyelemzés különben. Egy dolgot szoktam ebből kiemelni. Amikor elgondolkoztok, vagy elgondolkozunk azon, hogy csinálunk egy újabb vállalkozást, akkor egyetlen pillanatra meg kell állni,
és meg kell keresni azt a dolgot, amiben mi jobbak, okosabbak, szebbek, ügyesebbek, vagy bármilyen pozitív, és hangsúlyozom lehetőség mérten, jó nagy pozitív eltéréssel bírunk a már ott lévőktől. Jó? Nem mennék bele semmiféle ilyen versenyjelentésbe, egyebekbe, mert az egy újabb 90 perces műsorszám lenne, de logikailag is tessék belegondolni, ott van jelenleg a piacon egy helyzet. Azon vannak egy csomó, akik már benn vannak. Van kapcsolatrendszerük, ott működnek, rutinjuk, a cégeiknek megvan maga tanulási görbéje, mi megjövünk ugye kintről új üstökösként, úgyhogy semmivel se tudunk többet, mint ők. Teljesen triviális a kudarcra ítéltettség. Jó? Tehát, hogyha nincs valami kapaszkodat, akkor azt kell mondani, ez egy gondolatkísérlet volt, és ráadásul a gondolatkísérletek még ingyen vannak. Behúnyom a szememet, elképzelek valami jó dolgot, aztán kinyitom, fölébredek, és elkezdek alatlapátom, ugye? De ez nem került pénzbe, jó? Abba a pillanat összebügyköltem ugye a kis mikro BT-met, onnantól kezdve a ketyek, ugye? Onnantól kezdve a ketyek, és ahogy szoktam mondani, az ilyen cégeknek egy jelentős része kislépés az egyének, kislépés a társadalomnak. És semmi értelme, így megcsinálták, utána felszámolják, ugye gyakorlatilag a jogászok egy kicsit több pénzzel, a manusztam egy kicsit kevesebb. Így nagyon egyszerűsítve, egy ilyen egyszerű kis aktussal le is zárult, ugye, aminek meg sikert volt történni. Működőképesség a legtágabban értelmezve, ugye, itt egy rövid felsorolás. Mikre érdemes odafigyelni, ugye, hogyan, kikkel, a többi. Erről majd egy picit részletesebben, és hát végül ugye a számítgatások. A számítgatások. Megint nem belemenve érdemben a tényleges számolgatásokba, egy dolgot mindig érdemes megnézni. Ez a megéri, nem megéri kőbaltáson egy kicsit túlnyúlva, jó? Az pedig az én egyik mániám, a sok közül az a fedezeti pont elemzés. Nagyon leegyszerűsítve, hogy mi az a minimálisan szükséges üzletméret, ahol képesek vagyunk a költségeket kitermelni. Jó? Mert a napjaink gazdasága az arról szól, hogy a dolgok egy jelentős részét nagyon kicsibe a fix költségek miatt egyszerűen lehet csinálni. Jó? Tehát nem lehet csinálni, innentől kezdve ugye, ha én egy olyan dolgot álmodtam meg, aminek ráadásul viszonylag jó, magasak a fix költségei, akkor van egy minimálisan szükséges tranzakciószám, egy minimálisan szükséges ügyfélszám, egy minimálisan szükséges üzemméret, most már hogy megközelíthetem, de ameddig el kell vergődnöm, mert különben, hogyha jól csinálom, és minden jól csinálom, akkor is szükségképpen belepusztulok. És ezt jó az elején megnézni. Jó, mert rájövök, hogy kibérelek ugye a belvárosba, ugye nem egy startup tevékenység, de egy jó nagy üzlethelyiséget, 400 000 forint plusz áfáj, és ott elkezdek virágot árulni. És 100% haszon van minden szál tulipánon, ugye, zseniálisnak tűnik a dolog, csak utána kiszámolom, hogy a helységbélet kijön, az engem adom 1800 darabot naponta. Visszamondtam a 8 órás nyitvatartást, rájuk ennyit, ki se tudom adni ugye a lyukon ezeket a tulipánokat. Valószínűleg nem feltétlenül ez az a gondolat, még milyen jónak tűn, megveszem x-re, adom 2x-re, de ül alig, ugye? Nem, ugye, mert gyakorlatilag pontosan ott van az a pár száz ezer forint plusz áfás bérleti díj, ami a létülést generálisan akadályozza. És hát ugye az akarom, ugye, mint ő nagyon akarja. Jó, tehát így kell akarni, kérem tisztelte. Annak idején itt egy tanult barátom, aki szintén ennek a rendezvénynek egy nagy hódolója, bevállaltunk igazából ilyen vállalkozás létrehozásában szükséges mentori tevékenységet, ahol gyakorlatilag ilyen központi agyként egy elég érdekes feladat volt. Eljöttek a delikvensek, és elmondták az álmaikat, vágyaikat, így és megpróbáltunk a kismamákból vállalkozókat faragni ilyen heti néhány órában. De nem könnyű, különben jelzem. És az volt a szépsége, hogy és nekem minden kaland egy tanulás körben, de ez egy nagyon nagy tanulás volt, mert ugye hobbi szinten is, meg nyilván megértés szinten is ezt a sportot űzöm. Világosan látszott, hogy kik azok ebben a pár perces, negyed órája volt egy-egy hölgynek gyakorlatilag, és párszor jöttek összesen egy éven keresztül. Ebben a párszor negyed órában kiderült, hogy ki az, akiből lesz valami, meg ki az, akiből nem. És ez egy nagyon kegyetlen dolog, és utána egyik másik, akivel mondjuk úgy
később is volt megjelenik, aki megálmodta a saját borászatát, és látszott rajta, meg is mondta, hogy ha beledöglünk, akkor is mi ott megcsináljuk a saját borászatot. És megcsinálta. És számos ilyen volt. Akik meg azzal jöttek oda, hogy kérdezni se tudok, ó, csak a problémák, ugye nem gondolkoztam, ez is fáj, az is fáj, azokban nem is tett semmi, hogy kell, és ez hangsúlyozom, így is van, rendjén, jó? Ennyire kell akarni. Még ettől is jobban, átjön, addig tolják a fejét a rátok, még szögletessé nem válik, és kifújik, jó? Az a nagyon akarom, jó? Mert főleg a cégeknél, szoktuk mondani, tessék bele gondolni, ugye a genkutatások azt mondják, hogy a 42 hónapot megél cég a cég. Tehát ott az elején azért faragják ám rendesen, tudásintenzív startupokra még végképp. Úgy vágják, hogy mind a répát. És ahhoz akarni kell, jó? Majd szoktam mondani, az első 6 hónap az maga a borzalom, a második 6 hónap még ettől is rosszabb. Mert már tudom, hogy még jobban fog fájni. Amikor az egy évet túléltem, akkor kezdődik az, hogy lehet, hogy kicsit kevésbé fáj. Vagy ahogy a boxolóknál szokták, majd 11 menetben már nem érés semmit. Következő, ugye? A cég, ugye? Vagy az a team, most még ebben gondolkozunk. Anélkül nem megy, jó? És megint a cég alapítás csodái. Nem sokat fogok róla beszélni, de amikor céget csinálunk, akkor leülünk, a potenciális cég alapítók, és a cég alapítás és a cég indítás előtt, a születés előtti pillanatban, hangsúlyozom, nem közben és nem utána, előtte, egy prefázisba, ezt a három dolgot megbeszéljük. Hogy ott ülünk egy óráig, egy napig, egy hétig, a panel konyhában könyökölve, ugye, és nézzünk egymásra a farkaszát, akkor is ezeket nagyon eldöntjük az elején, jó? Nagyon eldöntjük az elején, mert ezt szokott, ahogy szoktam mondani, a cég alapítási, a cég születést előkészítő beszélgetés az első előtti pillanata a közös vállalkozásunknak. És hogyha ott nem rögzülnek le azok az alapelvek, amik mondjuk így determinálják a következő néhány évet, vagy néhány tíz évet, ugye annyira optimisták, akkor nagy baj. Jó? Nem keverni a két dolgot. Nem keverni a két dolgot, ugye? Még a mindennapi gyakorlatban is nagyon hajlamosak vagyunk összevegyíteni. Az alapítás, meg az indítás, az két különböző dolog. Az alapítás az arról szól, hogy valami vállalkozásra alkalmas formációt kipréselünk magunkban. Jó? Lesz egy jogi kerete annak, amit szeretnénk csinálni. Az indítás az az, hogy csinálunk valamit. Kettő dolog. Az egyik értelemszerűen, ha és amennyire jogkövető módon járunk el, akkor az alapítás mindig megelőzi az indítást. A másik meg nem sokkal előzi meg. Jó? Az, hogy van egy Kft. És örülök neki, és egy évig van, az egy jó dolog, elmeséltem magam, ugye csináltatok pici pénzért névjegykártyát, osztogathatom. És mit csinál a Kft.? Semmit, de van. Ugye? Milyen jó dolog, ugye? Termeli a könyvelőt, a bankköltséget, néha ugye bekopogtat az APEC is, most a nap, hogy mi újság, hogy mit nem csináltok, tehát csupa öröm és boldogság várható módon, ugye? Tehát nagyon szépen bepozícionáljuk az indítást, és előtte nem sokkal megtesszük az alapítást. Na nézzük meg akkor ezt a dolgot, jó? Egy. Hát valami ilyesmire csináljuk, jó? Tehát az első dolog, hogy legyen fogalmunk, hogy mire szeretnénk, és az van milyen legyen. Nem vagyok barátja a BT-knek, jó? Tehát a BT az én világomban az a baráti társaság, nem a vendéti társaság. Mind felelősségi viszonyai, mind egyebek miatt nem egy túl szerencsés konstrukció. Régen azt mondták, hogy a szegények vállalkozása, ugye pontosan a korlátozás egyetemleges mögöttes felelősség miatt. Ne bolygassuk ezt a dolgot. Sokkal szebb odaadni azt a névjegykártyát, ha semmit nem csinál a cég, hogy Kft. Jó? Tehát meg ráadásul, hogyha véletlenül mégis van gigszel, van, akkor ugye a korlátozott a felelősség is egyébként is egy sokkal jobb dolog. Jó? Aztán még mindig nem mentünk el az ügyvédhez, jó? Már meg volt az első beszélgetés, akkor jön a második beszélgetés, jó? Kinek mekkora része lesz benne? Hogyan fogunk dönteni? Ha más nem, akkor elvesztek el. Mennyi lesz az alaptőke? Ugye mennyi? Hát minimálisan szükséges 500 000 forint természetesen. Ha megint föl nem emelik, ugye 3 millióra, mert szeretjük így mozgatni az összegeket, ugye? Rajtunk múlik. Jó? És akkor, miután egy ilyen diát is kellett gyártanom, így elkövettem ezt a diát, de
leegyszerűsítem. Céget úgy alapítunk, hogy meg volt az első beszélgetés az álmokról, meg volt a második beszélgetés leskiccelve, megállapodva a partnereknek egymás között, hogy kinek mekkora hányad lesz, hogyan döntünk, stb. Aztán meg elmegyünk egy emberhez, aki ezzel foglalkozik. Ennyi a szabály, jó? Az összes többi teljesen fölösleges kör. Ott nyilván némi olvasható pénzt készítünk, ugye? Ezt szoktam mondani, innentől kezdve már nincs ingyen ebéd, és majd ő szépen megcsinál nekünk Ctrl-C, Ctrl-V használatával, különben a saját kis vanyitos társasági szerződésünket, és akkor ott nagyon boldogok leszünk, és ráadásul összes többi bajt elintézi helyettük. És ez bele fog kerülni egy ilyen 80-150 ezer forintunk összesen, attól függ, hogy jövünk ki ebből a dologból, meg hogy kit fogtunk, hangsúlyozom, itt is nem biztos, hogy a legolcsóbb a legjobb. Jó? Tehát ugye el lehet menni ad abszurdum egy gyakorló vállóperes ügyvédhez, ő is csinál nekünk egy jó társasági szerződést, úgy van handmade. Ne ezt az irányt választok, jó? És hát végül ugye a nap koronája a pénz. Jó, a pénz. Így gondolkodtam a legtöbbet, hogy miről lehetne beszélni. Mert ugye maga a pénz az egy fantasztikus nagy kihívást jelent az induló vállalkozók számára, és pontos ezért próbáltam egy ilyen kis csalamádét összeállítani a pár dologra, amire úgy praktikus odafigyelni. Jó? Tehát az első ugye az élet nagy kérdése. Még annak idején egyik első üzleti kalandunk során mondtuk, hogy hát akkor csinálnánk 50 ezer forint egy betéti társaságot, ez nagyon régen volt már, és akkor a mentorunk azt mondta, hogy majdnem jó, csak mindenki befizet 50 ezer forintot a szándékomolysága éreztetésének értelmében. Akkor az jó sok pénz volt, szeretnék segíteni, jó, de ez nem tegnap volt már. Ha a saját pénzünk is ott van a vállalkozásunkban, az ha más nem azért jó, mert a jó gazda gondossá tekintünk rá. Belegondolunk minden egyes ezer forintba, amit ugye locsolással szedtünk össze húsvétkor. Ugye mit kellett locsolni a nagymamát azért, hogy ennyi pénzt adnak, ugye? Egész más, mint hogyha más pénzével játszunk, azt tessék el, jó? Meg ahogy szoktam mondani, a nulladik lépéshez finanszírozást találni azért az nem könnyű. Az nem könnyű, jó? Jön a második nagy kérdés, mennyi kell, ugye? Hát lehet, hogy úgy néz ki a dolog, hogy jól áll, nem így szokott általában. Jó? Tehát nem így szokott általában, az élet az nagyon ritkán, de azt szoktam, hogy jó sok pénz, amiatt úrnak vállalkozik. Ugye? Tehát nem sok értelme van, már nyilván, hogyha más motivációkat nem veszünk figyelembe. Jó? Tehát általánosságban az indításhoz szükséges pénzünk se szokott lenni. És hát ugye jönnek azok a fránya, a különböző korlátok, ugye általában az szokott történni, nem ismer, hogy az alapvető közgazdasági összefüggéseket, hogy az induló vállalkozó ugye, mint a maratoni futójáról van az első kereskedő egy bankba, és elmondja, hogy kérek hitelt. Meg ugye elmondják neki, hogyha nem kapsz. És ez pont így van rendjén, jó? Tehát a induló tudásintenzív vállalkozások finanszírozása, nyilván ezt mondanászték, remélem jól elmagyarázzák azoknak, akiknek ezt el kell magyarázni, arra a hitel nem való. Tehát egyszerűen nem arra van kitalálva ez a dolog, ugye se múltja nincs, se jelenet, szoktam, hogy se jövője, de legyünk tegyünk optimistán jövőre van, ugye főszabályként van benne 50 ezer forint, fedezetnek is jól néz ki, ugye, de ingatlan nulla, vagyon semmi, nincs mire pénzt adni. Tehát ez egy egyszerű történet, jó? És ami által szintén mondjuk úgy gyilkos keresztkérdés szokott lenni a álmodozókkal történt találkozás során, az az, hogy mennyi kell? Hogy lett kiszámolva? Szét lettek pontva mondjuk a alapítás és indulás költségei, illetőleg mondjuk az első egy év működtetésen a költségei. De 3 millió, hát mondom, és milyen tételek műtövődik össze, ugye érzésre, hát akkor mondjam ezt. Ugye, erre azt szoktam mondani, hogy nagyon szép listák vannak erre különben, hogyha sok idő lenne ilyet mutatnék. Szépen leülünk, ugye, archaikus versenyző kockáspapírral, IT fanok Excel táblával, ugye, ugyanaz a vége, a számos mondtuk össze, és szépen odaírjuk, hogy ahhoz, hogy mi ezt elkezdjük, mi kell.
Kell gép, kell berendezés, kell üzlethelység, kell hardware, kell szoftver, stb. Utána szépen mindegyiknek utána keresek a piacon. Ugye már dolgozok, egyáltalán ismerkedek azzal a dolgom, amit szeretnék csinálni. Összegyűjtve az kijön 9.642.000 forint, ugye? Nincs is több gond, otthon van 70.000, többit már összeszedjük. Ugye, akkor ezért jó Excelbe dolgozni, nem kell radírozni ugye egy nullát a végére, csak kitörömünk egyet, azt mondjuk, hát akkor jobb lesz egy kicsit, egy könnyebb eszköz, ugye nem biztos, hogy bőrülő garnitúrával nyitjuk ugye a céget, jó lesz a nagymama Tokia is, és akkor szépen alakul a dolog, jó, ugye, alakul a dolog. Ugyanúgy megpróbáljuk prognosztizálni az első évünket, megnézzük, hogy ott körülbelül milyen biztos kiadásaink lesznek, ugye ezeknek egy része megint jó tervezhető. Ugye, ez lenne az a minimális gondosság, amit nem a vakrepülés jegyében valósítunk. Jó? És hát, most jön az ajándék, ami sokat gondolkodtam, és ez az izgalmas szerintem, és ebben a startup pirofilhákban ez az a katasztrófa gyakorlatilag, az igazi probléma, amit ki is lehet használni, meg üzletet is lehet belőle csinálni, meg ez egy olyan érdekes dolog. Ez egy olyan érdekes dolog, erre mindig rá figyel az ember, jó? Hogy néz ki egy tini sztár, amit fogalmaznak? Úgy néz ki, hogy kitaláltak valamit. Amit kitaláltak, azoknak egy része, ráadásul lehet, hogy jó is. Ha nagyon szívósak, akkor még összeszedték ugye a sufliból, komódból azt a pár százezer forintot, bejegyeztették a saját KFT-jüket ugye, és ugrásra készen várnak. És ráadásul főszabályként nagyon jó biológusok, nagyon jó vegyészek, nagyon jó informatikusok, nagyon jó programozók, és körülbelül ezzel a rendelkezésre álló kompetenciák, azok meg is vannak, ugye? Hát nyilván senki nem lépszik, ugye? Most nem ennyire ilyen fazolok, de majdnem, jó? Segítek, ugye? Ők. És két héttel ezelőtt itt voltak ugye Zsolték, aki a kedves tanítványom volt, ők meg egy kicsit másfajta jószágokra vadásznak, jó? Tehát másfajta jószágokra vadásznak, ők ilyesmiket kerestek. Ők ilyesmiket kerestek, jó? Tehát nyilván oda lehet menni ötlette is, meg minden, de azért azt tessék elindni nekem, hogy a kockázatőke finanszírozás az nagyon nem még esetleg az üzleti angyal finanszírozás csak-csak hajlamos ugye ötletekbe, meg üzleti lehetőségre gondolkodni. Nem, ott kell egy minimális mérhető teljesítmény már, amiről van miről beszélgetni főszabályként, jó? És hát ráadásul ugye, vannak olyan dolgok, amiket általában biológus meg az informatikus nem is nagyon ismer. Nem szereti ezeket a szavakat, mert nem is nagyon találkozott még vele, vagy ha találkozott is vele, nagyon tudja megtölteni tartalommal. És hát ez az a szakadék, ami ugye nagy problémát jelent, és hogy rövidre zárjam a dolgot, és 0,001 másodpercre bevillantom ezt a képet, ennek a szakadéknak az áthidalásában sokan munkálkodunk most is a Dél-Alföldi régióban, ennyi volt a reklám helye, és ezt le is tüntetném innen. Nagyon szeretettel várnék kérdéseket, bármi egyebet. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Említette is, és a tegnap hírekben benne volt, hogy a kormányunk szeretné a KFT-nél válásnak a törzsszintjét 3 millió forint minimumra emelni. Erről mi a véleménye? Hát... De nem politikától mentesen. De természetesen, nem szakmailag. Tehát nyilván valószínűleg ilyen szempontból én a rendkívül konzervatív üzletpolitikát folytató, mondjuk úgy gazdasági szereplők vagyok inkább tartozó. Én annak idején, amikor a 3 millióról levitték 500 000 forintra, én először, és ez tényleg cserkész becsület számot adom, mert azt hittem, hogy fölemelték 5 millióra. Tehát, mert az lett volna a normális döntés, jó? Tehát azért szeretném jelentni, a korlátolt felelősség az azt jelenti, hogy a cég vagyona elkülön az alapító vagyonától. Na most,
mindegy, a más jövedelmi helyzettel bírunk, de azért az 500 000 forint az nem a korlátolt felelősségek váltása. Jó? Tehát az a komolytalanság kategóriája. Jó? Az pontosan, én ezt politika semleges hangsúlyozom, nagyon jó ötletnek tartom. Az egy másik kérdés, akik nem tudják megugrani ezt a 3 milliós történetet, őnekik maradt megint ugye a szegények vállalkozása a betéti társaság, ahogy a beltag korlátlan és egyetemes felelősséget bír. De végig hangsúlyozom, ez számottevően komolyabb, megfontoltabb, és ráadásul mondjuk úgy racionálisabb üzleti magatartással sarkalja a versenyzőket. Mert ugye itt meg megint egy más műfajról van szó, nyilván a korlátlan egyetemes felelősség az arról szól, hogy ha és amennyiben az üzleti cselekményekben megfelelő veszteséget okozok, akkor elviszik a házamat, nem a cég telephelyét, hanem az én házamat. Nem a cég autóját, hanem az én autómat, stb. Stb. Az én fizetésemet tiltják le, és hangsúlyozom, ez általában megfontoltabbá teszi a versenyzőket. Persze a másik oldalra lehet mondani, ez csökkenti a kockázatvállalási hajlandóságot, stb. Stb. Nyilván a minden egyes üzleti döntés és minden egyes jogszabály változás is a serpen jönnek mind a két oldalba pakol. Azt mindig próbálom hallgatóinak is mondani. Ide is rakunk, oda is rakunk, azt eldöntjük, hogy merre dönt. Én szerintem nem is kellett volna lecsökkenteni, és akkor az egész probléma nem lenne. Ráadásul nem lett volna a házi pénztár probléma, mert ugye onnantól kezdve a 3 millió cégekből 500 ezeres lett mindegyikből, és ez eltűntek a házi pénztár hiányok. Tehát nagyon sok gondja volt ennek, ami most én nem mennék így bele. Most ráadásul a következő gond az a föltőkésítés lesz. Ugye mindenki azt fog mondani, hogy nyilván nincs neki olyan 2,5 milliója, megint lesz van szükség megoldás, én azért akkor már tőkésítettem föl KFT-ket, akkor 1-3-at kellett csinálni. Nyilván természetesen biztos vagyok benne, hogy Magyarországon minden KFT-ból ott volt 3 millió forint vagyon, de azért az jelzés érték, hogy az esetek 70%-ában a 2 millió az házi pénztárban volt, és ugye egy órán keresztül tartózkodott a bankszámlán, utána fölvették, átvitték egy másik, oda is betették, és akkor járkáltak körbe. De ez teljesen komolytan dolog volt. Szerintem legyen ne igazam, de most is ugyanígy fog ez történni. Azzal kitétellel, hogy ezzel együtt innentől ez a 3 millió forintnyi vagyonnak, hogyha baj van, ott kell lenni. Tehát ezt azért minden lehető KFT főtőkésítőnek a figyelme ajánlom, hogy 2 millió forintot vihet az ügyvezető igazgató a szagyorba, ami szintén ez egy hihető, hogy a nap mint a burcolja magával, mint ugye valami oroszlán a kicsinyét. Ugye, főleg, hogyha ez mondjuk 10 meg 50 millió forintokról szól, mint a hazai furcsa világban nem egyszer, de majd meglátjuk. Puding próbálta is.